Kedves testvérek, amikor ünnepeljük Péter apostolt, Pál apostolt, akkor szemléljük az ő életükben azokat a dolgokat, amit az Úristen végbevitt rajtuk keresztül. Hogyha reálisan gondolkoznánk, hogy ezek az emberek, akik elkezdenek beszélni Jézusról, hogy hova jutottak volna, hogyha nem az Úristen az, aki segít rajtuk, ha nem ő működik az életükben, akkor maradhattak volna ott, ahol bármelyik kornak híres professzora, tanítója, filozófusa, lehetne itt most a különböző filozófiai iskolákat felsorolni abból a korból, hogy voltak tanítványok, hallgatták, írtak műveket, másolták azokat, de megmaradtak nagyon sokszor abban a kicsi kis körben, vagy utána is nagyon sokszor felhasználják még a gondolataikat ezeknek a filozófusoknak, de olyan mértékben elterjedni, mint ahogyan elterjedt az egyház a világon a 2000 év alatt, az nem működhetett volna, nem sikerülhetett volna, hogyha az Úristen nincs ott, és nem működik az ő életükben. És látjuk csak a mai első olvasmányban, amikor Péter apostolt bebörtönözik, és az angyal, az Istennek az angyala, leveszi a bilincseket, kinyitja a börtön ajtaját, és ki tud rajta sétálni Péter apostol, és az őrök ott állnak a börtön ajtaja előtt, és azt gondolják, hogy a börtön zárva van, nem látják se az angyalt, se Pétert, vagyis látjuk azt, hogy az Úristen, ő uralkodik az anyag fölött, a matéria fölött, és úgy alakítja, ahogyan ő szeretné, ilyenkor rögtön elkezdünk gondolkodni azon, hogy mennyi olyan nehézség van az életben, amire mi gondolnánk, hogy az Úristen másképp is alakíthatná. Meggyógyíthatna egy beteg gyereket, kiszabadíthatná foglyokat, akik hadifogságban vannak, kinyithatná koncentrációs lágereket, és lehetne tovább sorolni a sok bajt, ami szokott lenni a világban, hogy az Úristen miért nem alakítja másképp. És azt látjuk, hogy amikor alakítja, annak nagyon fontos oka van, és amikor pedig nem, akkor nagyon sokszor megengedi azokat a fizikai törvényeket, amelyeket ő alapított, hogy azok maradjanak meg. Hogy ahogyan van az a törvény, ahogyan a gonosz ember dönt amellett, hogy koncentrációs lágert hoz létre, és az ártatlanok szenvednek abban a koncentrációs lágerben, az Úristen nem akarja megváltoztatni a szabad akaratát, nem is tudja annak a gonosz embernek, aki emellett döntött. Viszont az ártatlan ember, aki ott van, annak segíti az üdvösségét, hogyha ő hűséges az Úristenhez lélekben, szívében, akkor azt támogatja, segíti és üdvözíti. És ahogyan tudjuk, hogy a legfontosabb az életünkben a számunkra az üdvösségünk. Nem az, hogy hogyan élünk itt a Földön, mennyit élünk, egészségben vagy betegségben, jóban vagy rosszban, hanem a legfontosabb az üdvösségünk, az, hogy a mennyek országában legyünk. És az, hogy gazdagságban halunk-e meg, vagy koncentrációs lágerben éhesen megfázva, az már másodrangú kérdés, az első rangú az az üdvösségünk.
Viszont azt látjuk az mai első olvasmányban, hogy az Úristen itt fölfüggeszti a fizikai törvényeket, és más történik. És fontos ez Péter apostolnak, fontos ez az akkori kis közösségnek Jeruzsálemben, de még nekünk is, amivel azt bizonyítja az Úristen, hogy ő tud dönteni másképp is, ha akar, de hogyha meghagyja azokat a törvényeket, amelyek vannak, akkor azokkal meg kell próbálni megbékélni, együtt élni, mint ahogy látjuk Jézusnál is, hogy a mennyi atya ugyanúgy őt is ki tudta volna szabadítani a gonosz embereknek a kezéből, de nem tette. Mint ahogyan Názáretben, amikor le akarják taszítani a szikláról, Jézus elmegyen közöttük. És sokszor máskor is elmehetett volna, és a kereszt út előtt is, amikor elfogják, elmehetett volna, de megengedi az Úristen az ő szenvedését. És ezekben látjuk az Isten működését Pál apostolnak. Nagyon sokszor, sokféle nehézségben, veszélyben van. Az Úristen kimenti őt mindig, egyszer nem. Akkor, amikor megtörténik az ő kivégzése, akkor már megengedi azt, hogy azok az emberek, akik döntöttek az ő halála miatt, vagy az, hogy ő megölik, az Úristen megengedi az ő halálát. De látjuk azt, hogy ezek az apostolok még ma is beszélnek, amikor olvassuk az ő írásaikat. 2000 éven keresztül lehet azt mondani, hogy több ember hallgatta őket, mint az életükben. Mert állandóan minden szentmisén felolvassuk az ő írásaikat, és amikor felolvassuk, az olyan, mintha őket hallgatnánk. És látjuk az evangéliumban, hogy a föltámadt Jézus, aki találkozik Péterrel, és háromszor kérdezi, hogy szeretsz engem, utalhat a háromszori tagadásra, de ebben a szeretsz engem sokkal több van, mint hogy Jézus emlegetné neki a háromszori tagadást. Mégpedig az van benne, hogy a legfontosabb az számára, Péter apostol számára az egyházban, akit ő vezet, ahol ő az első, hogy az Jézusnak a bárányait szeresse. Pontosabban akkor legeltetheti, ha Jézust szereti. Tehát feltétellé válik az, hogy szereti-e Jézust, és úgy válhat ő az egyházban az első, az egyháznak a vezetőjévé. És utána, amikor mondja Jézus, hogy kövess engem, tehát szeretni Jézust, követni őt, és csak utána másodszorban jön az, hogy legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat, és hogyha ezt értelmezni akarjuk, ezt egy képletet, akkor az első helyen van a szeretet Jézus felé, és utána csak a második helyen van minden más, az, hogy legeltesd juhaimat, bárányaimat, vagyis az egyháznak a vezetése, az már a második helyen van. És hogyha ezt értelmezzük a magunk számára, a magunk életére, akkor ugyanezt tudjuk mondani, hogy az első helyen van Jézusnak a szeretete, mondhatjuk azt, hogy a követése, és második helyen van minden más, a munkánk, akár a családtagjaink, mindenki a második helyen van, az első helyen van Jézusnak a szeretete. És azért fontos ez a sorrend, mert hogyha ezt megpróbáljuk tenni, akkor észreveszünk azt, hogy sokkal jobban tudjuk szeretni a családtagjainkat, hogyha ők a második helyen vannak, és az első helyen Jézus, mint különben. Azért tudjuk őket sokkal jobban szeretni, mert akkor, amikor valami negatívat
kapunk a családtagjainktól. Valamilyen fájdalmat akár, vagy nehézséget, vagy akár nem kapunk köszönetet a munkánkért, áldozatunkért, akkor tudunk távolodni őtőlük, családtagjainktól, akár lélekben, akár megállunk ebben a szeretetben, ebben az áldozatban, de hogyha az első helyen van Jézus szeretete, akkor őket, a családtagjainkat, akkor is szeretni fogjuk, amikor úgy vesszük észre, hogy nem köszönik meg. És amikor újra mindig visszatérünk Jézus szeretetéhez, akkor utána, amikor már abba hagyjuk ezt az imádságot, vagy az Jézussal való kapcsolatot, amikor már megújítottuk a szeretetünket Jézus felé, akkor utána Jézusért tudjuk őket szeretni. Vagyis azt tudjuk mondani, hogy ez a beszélgetés Jézus és Péter apostol között mindannyiunknak szól, nem csak Péternek. És ahogyan látjuk, a ősegyháznak az életében nagyon könnyen lekövetve, hogy ezeket a dolgokat nem csak Péter és Pál, vagy a többi apostol végezte, hanem rajtuk keresztül az Úristen működik. Minden csodában, ige hirdetésben, amikor imádkoznak a Szentlélek eljövetelért, és leszáll rájuk a Szentlélek, hogy külön-külön minden emberben működik, a Szentlélek működik Jézus, és így terjed az egyház, és magunkról is azt tudjuk mondani, hogy mi nem valamilyen ideológiának a követői vagyunk, hanem Jézusnak vagyunk a követői, mint személynek. És amikor a templomba jövünk, akkor Jézusért jövünk, és Jézust ünnepeljük, és ugyanúgy Jézust ünnepeljük Péterben és Pálban, aki működik rajtuk keresztül. És egyben hálát adunk azért, hogy ők hajlandóak voltak föladni mindent, föladni az életüket, a terveiket, a gondolataikat, és követni Jézust, és biztat bennünket erre az, hogy mi is első helyre tegyük Jézusnak a szeretetét, Jézusnak a követését, és higgyük azt, hogy minden más, ami szükséges a számunkra, az itt a föld életünkben azt megadja nekünk, és hogy a legfontosabb a számunkra az üdvösségünk. Akár hogyan is történik az életünk, az Úristen üdvözíteni akar bennünket. Ezért hív magához, hív az egyházba, hív, vonz, amikor imádkozunk. És ebben a két apostolban, aki ma is beszél, ma is olvastuk őket az olvasmányokban, hogy őket ünnepeljük, és ő bennük, Péter apostolban, Pál apostolban az Úr Jézus erejének, az Úr Jézusnak a működését ünnepeljük. Hogy rajtuk keresztül akár eljut hozzánk is, és segít bennünket is önmagához, ezért adunk hálát a mai ünnepen. Amen.